Ugye nem baj, ha veszem fel. Nem, miért lenne? Oké. Nincs is látok pedál. Hát vezetni ugyanúgy kell, mint bármelyik másik gépet. Elindítani sem bonyolult, kiképzőgépről beszélünk. Igen, az elindításról akartam kérdezni, hogy mennyire bonyolult. Hát sem ennyire. Fölkapcsolod az izét, a batterit, az invertert, benyomod az akut, és elindítod a hajtóművet utána. Minden kapcsolat fölkapcsolod, és kész, ennyi. Ne. Na és lagolunk még mindig? Már nem annyira. Ha, de látod, hogy repkedünk minden műszerek, mennek ott hátul, nem? Ja. Hol van a függöny? Bal oldalt van egy kis ilyen kampó, pont a keret mellett. Azaz. Kurva nagy. Jó. Na, tök jó. És most így mész, hogy akkor repülsz, mi? Ja, nagyjából. Nagyon durva, tök jó. Ha, kösz. Ez faszom. Ez már használható lesz. Mert tök sötét lett, hogy mi? Mit csinál? Hogy teljesen elvakított. Nem, hát látod a műszereket, meg mindent. Ja, persze, tehát hogyha egyenesen ülsz, hogyha izé, ugye track haddokkal mozgatod, akkor ki tudsz látni alóla. Mozgasd a fejlet, nézd körbe. Kerekeket húzd már fel. Azt nem látszik kívülre. Micsoda? Ja, hogy mozgatom a fejemet? Aha. Nem, pedig most azért nézek fölfelé meg mindenhova, de... Ha? Ez pozitív, ezt tetszik. Szóval kerekeket húzok be. Pekek benn vannak nekem. Hát, nekem az indikátor is azt mutatja, hogy nyitva van. Kiengedem. Most engedtem ki. Három zöld. Nekem eddig végigvilágított a három zöld. Most behúzom. Oké. Okay. Húzza be. Három kilenc. Tudod az izét kart állítani? Aha. Ja, jó. Most engedett ki. Nem, most behúzom. Nálam most. Az jó. De most nálad ki van mi? Nem, most nálam be van. Ja, várjál, behúzom én is, jó? A jó ég, hány kereke van ennek? Á, én nem tudom behúzni. Hiába izé, kapcsolom. Haha. A húz be? Aha. Tehát akkor ezek szerint te ott elől csomó mindent csinálhatsz ugyan, de csak a tanár az, aki ezért jóvá hagyhatja. Hát nem, mert nálam, tehát amíg te nem engedted ki, addig én kibecsukhattam. Pont úgy, hogy ki volt engedve, én hiába húztam föl. A műszerek jelezték csak azt, mert a műszereid azt mutatták, hogy
föl van húzva pedig nyitva. Nem, izé, megnéztem külső nézetbe. De jó, hát akkor az nem hat, nem szinkronizál, hogy mikor. Hát még nem, de érted. De az folyja, hogy te ki tudod nyitni a izét. Most kinyitotta le, hogy elnézem. Nem, most nálam pont az, hogy most jutottam be. Várjál. Ki van itt tőlünk balra? Én. Na akkor várjál, nyisd ki. Mert most nálam kim van. Ja, szevasz, Berci. Hi. Most csak zúg az a izé. L39 kurva hangos. Nem hallok semmit kell. Kim vannak most a futóid? Nekem azt mutatja, hogy nem. Akkor nyisd már ki. Jó, 3000. Pedig most csukkáltok rá. Ja. Kicsit fordítva látjuk ezt valahogy. Igen, szerintem az évvel az oktató pilótával van a parak, tehát ahol én ülök, ott van a gond. Hát igen, na most neked be van csukva, mi? Aha. Nem, most nekem nyitva van elvileg. Ja, jó, akkor nyisd ki. Most nyitva van. Ja, nyisd ki. Akkor fölteszem is akart, akkor most csuk be. Fordítva van. Ezt tudod, hogy fölfele állva izé van becsukva? Vagy izé? Tudom, de... Jó, azzal nincs probléma. Azzal van a gond, hogy szerintem pont fordítva mutatja, hogy... Aha. Amikor neked... Jaja. Amikor neked valóban... Most izé, most nekem is lentállásban van, és három zöldem van. Na, akkor most csuk be? Nem, nekem most föntállásban van, és három piros. Fú, márja. Csuk, csuk be. Nem tudom, csak te tudod becsukni. Most neked becsukódott? Aha. Ja. Az jó, mondom, pont fordítva mutatja, szerintem jól működik, csak pont fordítva van bekötve. Tehát valamelyik kézé a crew chief-et segbe kéne rúgni, mert fordítva kötötte be a kábelt. Igen. Ez rövök. Nála csukva van, mi? Aha. Figyelj már, ha te is bennülsz, meg én is bennülök, akkor még én hátul nem tudom vezetni, ugye? Nem. Basztatni tudlak. Nézni a bal oldalt, amit viszont tudom. Ja, majd, hogyha megmutatok, akkor szóljátok és lövök egy szar időjárást azon, hogy picikét le fogtok ülni. Na. Jó vicc. Na. Nálam most három zöld van, megpróbálok leszállni. Oké. Mindjárt még ilyen SFM modellje van, vagy már art, vagy valami? Nem, az art. Hoppa. Flapset tudod irányítani? Mi? Flapset, azt tudod izé irányítani? Ott van a gázkar alatt. Tudom, nyomkodom, nem történik semmi. Történik semmi, nem? Nem. Akkor most beteszem a landingbe. Beteszem be a landingbe. Hát igen, az a stúdió sem megyünk. Nem kéne izé. Van ez azt mondom, nem brék? Van. Adjunk. Kéne, hogy legyen. Addig van kint, amíg nyomod. Találtam egy gombot. Nagy, piros. Izé. Nagy piros gombokat ne nyomogass. És azt van ráírva, hogy
Stop engine switch. Meg. Na, figyelj, nekem ki van már a plepszem, teljesen lentállásban. Most tudom piszkálni, látod? Aha, ja, látom. Akkor most ne piszkáld. Jaj. Mivel mentek amúgy? Hát nem csak a 220. Nézzél jobbra. Balra, bocsánat. Látom, látom. Erőködjél, Berci. Azt csinálom. Na, most akkor úgy látszik nálad, hogy nincs kinn a futó, ugye? Igen. Ma nálam kinn van, megnézzük, hogy mi lesz. Melyikünknek van igaza? Outer marker. Kérd leszállt aztán, vagy leerődöm? Hát, ja. Hát az a kérdés, igen, hogy most akkor lent van a futó, vagy nincs lent a futó? Valószínűleg deszinkron volt, hogy amikor én felhúztam a futót, ő nem. És akkor pont fordítva működik. Aha. Ja. Ennyinek a leszállója. 220. Jó lesz. Eddig is lehetett ilyen lassan menni, úgy viszont volt. Ja. Szárni. Állam nem vagyunk. Tehát most nincs itt épültó, mi? Aha. Na jó van, Lefty, lőd újra a szervert. Nagyon keményen nem azt, hogy most tudom ki a futókat. Egy perc. Na jó van.